Kedves kollégák, a következő ö, videóban az optika történetébe kezdünk bele, és a be, kezdeteket, az ókori és középkori eredményeket vesszük át. Néhány ö, bevezető gondolat az ősi eredményekkel kapcsolatban a következő. Abban egészen bizonyosak lehetünk, még akkor is, hogyha nincsenek feljegyzéseink, hogy az ősember nagyon fontosnak tartotta a látást, mert nagyon nagy távolságból hétköznapi értelemben azt lehet mondani, hogy azonnali információ szerzése alkalmas, gondoljunk akár csak a vadászatra, eh, amikor ez kritikus volt, hogy, hogy ez, a, ezt a képességét az ember használja. És ezzel kapcsolatban nyilván sok mindent eh, fölfedezett az ember tapasztalati úton, például, hogy a tárgyak el tudják egymást akarni, és egyenes vonalba látunk. És ha hogyha ebbe a látóvonalba belesik valami, akkor az akadályozza a látást. Ez ugye hol hasznos, hol káros. El akarunk rejtőzni, akkor hasznos. Ha meg akarjuk látni mondjuk a zsákmányállatot, akkor káros. Azt is látta már az ősember is, hogy a látás közvetítője nem valami olyan anyag, amit meg tud fogni, tehát nem, olyan, nem hasonló mondjuk egy pálcához, vagy egy nyilvesszőhöz, vagy ilyesmihez, de a látást módosítják az átlátszó anyagok. Ezzel kapcsolatos ez a kép itt, ami egy, vada, egy íjjal halra vadászó embert mutat, Ezeknek az ősi népeknek a tapasztalatéból tudjuk, hogy ők pontosan tudták, hogy egy kicsit máshova kell célozni. Ma úgy mondanánk, hogy a fénytörés miatt a hal magasabban látszódik a víz alatt, mint ahol ténylegesen van. Nos hát az ősidőktől is e, ismert volt ez a e, víztükörnek a, a torzító hatása. Ezért az ősidőkben kialakult már, hogy valamiféle sugarak okozzák a látást, amik egyenes vonalba terjednek, és biztos, hogy szerepe van az emberi szemnek és a fényforrásnak is. Hát ugye a természetes fényforrások elsősorban az égitestek nap és a hold, de aztán az ember később a tűzgyújtással mesterséges fényforrásokat is teremtett. Az, az ókori. Ö, konkrétabb optikai eredmények kapcsán mindig megszokták említeni azt, hogy több ókori görög és római író is említi, hogy egyfajta szemüveget használtak a gazdagabb emberek az ókorban, kristályból csiszolt, különböző görbületű tárgyakat tettek a szemük elé látásjavítási célokból. A azt kell feltételeznünk, hogy ak akkoriban az emberek között ugyanolyan arányba fordult elő kb. rövidlátás és távollátás, mint manapság, e és nyilván ott is szükség volt erre, akár kis tárgyak kinagyítására, akár távoli dolgok megfigyelésére, például fel van jegyezve, hogy gazdagabb emberek a, a, az ilyen mindenféle versenyeket a stadionokban a szemük elé tartott kristályokon keresztül nézték nyilván ez egyfajta ősi szemüveg volt de nem értették az elméletét ennek, csak kísérletileg tanulmányozták és érdekességképpen ide hoztam a legrégebb ismert lencsét az úgynevezett Nimródi lencséket Nimród az egy város a mai Szíria, az akkori Asszíria területein a régészek szerint ez időszámításunk előtt 710 és 750 közöttről származik ez a lencse, kb 4 cm átmérőjű, és körülbelül 12 cm fókusztávolságú. Ez nagyjából olyasmi paramétereket jelent, mint egy mai kézi nagyító lencse, ami otthon is előfordulhat. Amire alkalmas lehetett az egyszerű nagyítóként használni és tűzgyújtásra, is lehetett ezt már használni. Vannak olyan vélekedések, ami szerint távcső is építhető lenne ilyenből, de erre egyrészt nincsen bizonyíték, másrésztről meg, hogyha megnézzük ennek a lencsének a felületét, azért ez egy kicsit homályos képet ad, tehát hogyha több ilyenből távcsövet építünk, az nagyon homályos lenne, és az nagyon valószínű, hogy ez nem ö, utólagos, elhomályosodás, hanem eleve nem tudták a kristályt simábbra lecsiszolni abban az időben. Azért ezekre a célokra, hogy egyszerű nagyítóként használni és tűzgyújtásra használni, erre ilyen állapotában is hasznos lehetett ez a lencse. Az, hogy ilyet tudjanak az emberek csinálni, nem kellett semmi különösebb elmélet, tapasztalati alapon is lehetett ilyet készíteni, csak sejthetjük, hogy kis vízcseppekkel való ö, átnézés, ö, vagy jégből tiszta jégből csiszolt ilyen alakzatokon való átnézés is vezethetett erre a felfedezésre, hogy kristályokból lehet ilyet csiszolni. Az ókori elméleteknél azt kell mondani, amit a legtöbb esetben biztos, hogy másoknak mondjuk az egyiptomiaknak is voltak elméleteik, a fényterjedése kapcsán, de a görögök elméletei maradtak fönn. E, ugye ők írtak olyan formában, meg kerültek bele úgy a római birodalomba, e, hogy fennmaradtak a, az írásaik. Az biztos, hogy a görögök nem értették a látásnak a mikéntjét. Több dolgot is fölvetettek, például az egyik egy olyan, amit érdekes módon sok óvodás gyerek is így gondol, hogy a, alapvetően azért látunk, mert a szemünkből valami kinyúlik, valami letapogató nyaláb, egyfajta radarként képzelik el sokan, hogy a szemünk játsza szerepet a látásérzet kialakulásában. Például Pitagoras és Empedoklész leírja, hogy ugye a görög gondolkozásban a négy ö, elem közül a tűz az az alapelem, ami a magyarázata lehet ennek, és azt írják le ezek az ókori görög tudósok, hogy a szemben mind a négy mm, alapenem a föld, víz, levegő tűz is jelen van, és a szemből kiinduló tűzjellegű részecskék röpködése eh, okozza ezt a letapogatást, ezt a látásérzetet. Persze, azonnal fölvetődik az, hogy miért nem látunk éjszaka, hiszen a szemünk akkor is megvan, erre azt mondták a görögök a maguk kis csalafinta észjárásával, hát ennél ezt inkább mellébeszélés, mellébeszélésnek nevezném, de minden esetre azt mondták, hogy nem elég a szemünkből kiinduló sugár, hanem a szemünkből kiinduló tűzjellegű részecskéknek kölcsönhatásba kell lépni a fényforrásokkal is, és azok aktivizálják ezeket a sugarakat. Tehát, Továbbra is azt gondolt a görög kutatók nagy része, hogy szükséges a fényforrás, mondjuk a nap, de ez nem az az eredendő oka ö, a látásnak, hanem ez aktivizálja a szemünk képességeit. És, ö, de persze fölvetődött az a gondolat is a görögöknél, hogy nem a szemünk játsza a főszerepet, hanem a fényforrásokból kiinduló valamik például egy Epikúrosz nevű görög filozófusnál bukkan ez föl, és Eukleidész a zseniális matematikus is tárgyalta ezt, bár ő nem tért ki annyira arra, hogy mi is repül a fényben, ezzel nem foglalkozott, hanem a fény egyenes vonalú terjedése és az ő sokrétű geometriai ismeretei alapján rengeteg mindenre választ adott, anélkül, hogy firtatta volna, hogy pontosan mi, is a fénynek a természete. Szóval Eukleidész nagyon helyesen írta le, hogy milyen alakúnak látszanak a tárgyak különböző irányokból. Például tőle tudjuk, hogy a körlapra, hogyha ferdén nézünk, akkor ellipszisnek látjuk. Azt hiszem ez Eukleidésznek meg se kotyant egy ilyen bizonyítás. Aztán hasonlóan a fény egyenes vonalú terjedése alapján a különböző alakú testek árnyékának az alakjára, is jó leírást adott Eukleidész, és a sík felületről való visszaverődés azonos szög alatt történik, mint a belsési szög, ezt is nagyon helyesen föltárta Eukleidész, sőt, görbe felületek esetén az érintő sík szerepét is észrevette. Na most ez egy nagyon fontos téma a, a belsési és visszaverődési törvénynek a, törvényeknek a felmérés, úgyhogy külön kiemeltem ezen az oldalon. Itt láthatjuk bal oldalon ezt az ábra párt, ami akár egy, tehát ez egy mai fizikakönyvből lett kivéve. Nézzük csak, a felső térfél levegővel van kitöltve, az alsó térfél pedig vízzel, ezen az ábrán, és a levegőből a vízfele érkező piros fénysugár egy része visszaverődik, más része behatol a vízben megváltozott irányba, és ezek az alfa 1, alfa 2 szögek a lényegesek, amiket itt látunk. Nos, az előbb említett ö, ö, eukleidészi törvény az azt jelenti, hogy itt, amit most berajzolok, és itt is ugyanaz az alfa egy szög van. A belsési és visszaverődési szög egyenlő, és Eukleidész azt is mondta, hogy görbe a felület, akkor a fény belsési pontjában érintő síkot kell szerkesztenünk a görbe felülethez, és ahhoz képest minden ugyanúgy zajlik, mint amit itt lerajzoltam a felső ábrán. Nos, ez egy helyes visszaverődési törvény, és ez alapján Eukleidész az egyszerű sík és gömbtükröknek a leképezését jó közelítéssel megértette. Hát nem alakította ki még azokat a fogalmakat, mint amiket ma egy optika kurzusban mindig említünk, hogy például látszólagos kép vagy valódi kép, nem különböztette meg ezeket, de azért az ő elmélete alapján például azt, hogy egy homorú tükör miért gyűjt össze a napsugarait, használtak is ilyet itt-ott tűzgyújtásra, meg hogy egy kicsit olyan homályosan méralkott képet, ezt azért már ismerték, még ha nem is számszerűsítették, mondjuk fókusztávolság vagy ilyesmi fogalmak bevezetésével. A fény törésre, tehát hogy a megtört fénysugár milyen irányba megy, Ptolemájos e, ír le egy törési törvényt, szokás szerint itt mindig hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy volt korábbi eredmény is, csak ugye elveszett, mi minden esetben a Ptolemájos könyvében e, olvassuk a legkorábbi ilyen feljegyzést, Ptolemájos azt mondja, hogy alfa 1 per alfa 2 az állandó egy adott közeg határ ö, tekintetében. Ma már tudjuk, hogy ez nem pontos törvény. Ö, rövidesen látjuk, de talán többen tanulták már, hogy a színusz-alfa 1 per színusz-alfa 2 az az állandó, de kis szögekre ö, ez az alfa 1 és a színusz-alfa 1, ugyanígy az alfa 2 az egyenesen arányos a színusz és a szög. Érték, úgyhogy kis szögekre ez közel igaz. Valószínűleg néhány mérést is végzett Tolemaios, ez nem derül ki a könyvéből, de az akkori szokás alapján néhány mérésre matematikai kiegészítést tett, tehát hogy a hiányzó részeket a táblázatban ilyen egyenletesen töltötte föl, és hát ebből ehhez is illeszkedik ez az arányosság feltételezése. Bármennyire is pontatlan ez az alfa 1 per alfa 2 egyenlő állandó törvény a nagyszögekre, azért azt megmutatja például, hogy levegőből vízbe menő sugár a beesési merőlegeshez közelítve, közelítő irányba törik meg, és ez alapján megérthető, hogy hogy működik a lencse legalábbis kvalitatíve számok nélkül, Érthető, miért fókuszál egy ilyen lentse, de pontos számítások végzésére ez nem alkalmas. Miért nem fejlődött tovább az optika az ókorban? Hiszen geometriával jól leírható, és a geometriát nagyon jól ismerték az ókori görögök. A legnagyobb gondot a gyártástechnikával kapcsolatban ismerhetjük föl az ókori optika előtt, ugyanis az üvegek Egyáltalán nem volt. Az üveget régóta ismerték akkoriban, de ezek nagyon nem tiszták voltak, és ilyen buborék, sok buborék is volt bennük, nem tudták a felületeket nagyon simára, ilyen optikai minőségűre csiszolni, úgyhogy egy pillanat vissza is lapozok, ugye, erre a Nimrod lencsére. Tehát ilyen lencséket tudtak csinálni, mondjuk hiába tiszta a kristálynak az anyag, ez ugye a kristályból van csiszolva, a felülete, felületét nem tudták teljesen lepolírozni. Aztán ugyanez volt, hogy a tükrök nem teljesen simák, homályosak. Például bronz felületeket csiszoltak simára, ez mondjuk arra jó lehetett, mint amit említenek Archimédészről, hogy sok tükörrel fókuszálva a fényt akár meg is gyújthattak tárgyakat, de ezek azért olyanok voltak, hogy egy bronztükörben tükörben nézte az ember magát, akkor az azért az elmosódott volt. Ugye ez a, amit a mai napig is emlegetnek, sokszor nem ismerve az eredetét, ez a tükör által homályosan látunk, ez ugye a Bibliából van, Szent Pál írja, azzal kapcsolatban, hogy az emberi megismerés mennyire tökéletlen, és az erre használja szempáll ezt a tükör által homályosan látunk. A mai embernek ez kicsit fura lehet, mert a tükörképeinket összekeverhetjük a valósággal, no hát akkor nem. Tehát az akkori bronztükrökben igen igencsak látszódott, hogy ez egy elhomályosodó el kép. Nos, és amíg ilyenek voltak a lencsék, az üvegfelületek és a tükrök, Addig nem igazán volt se motiváció, se alap arra, hogy pontosítsák az elméletet. És akkor át is térhetünk a középkorra, és a középkor elején is arra, hogy a szokásos módon először átveszik az ókori eredményeket, viszont a középkorban nagyon sokat fejlődik a kézmunka az üveggyártás, mindenféle megmunkálási technológiák fejlődnek, és ez segíti az eszközök előállítását. Hát például buborékmentesebb üvegeket tudtak gyártani, vagy simábbra tudták csiszolni a felületeket. Eleinte, kicsit pontosabban 8-12. század között az arab nyelvű területeken folyik aktívabb tevékenység ez ügyben, és ott készítenek homorú, domború tükröket, és tapasztalják ki a törvényeiket, meg lencséket is csiszolnak. A szemüveg a mai formájában a 13. században kezd elterjedni. Ekkor ért el oda a gyártástechnika, hogy nagyobb mennyiségbe kellően jó minőségű lencsét tudtak csiszolni. Tehát nem csak a gazdagoknak a, a luxus cikke lett ez, hanem praktikus tárgyá vált. A szemüveg a 13. században. Vitatják a történészek, hogy ki az, aki a mai formát elterjesztette. Két jelölt van, főleg Roger Bacon és Giordano da Pisa, akikhez köthetjük ezt a szemüveg elterjedését. És ahogy látjuk két régi ábrázoláson, nagyon sokáig a szemüvegeknek még nem volt meg az a szára, ami a füllel kötötte volna össze őket. Úgyhogy vagy kézzel ott kellett tartani, vagy egy kis pálcával, vagy egy csiptették az orra, egy kis rugalmas szerkezettel, és akkor ott egy ilyen csipeszszerűen ült meg az orron. És akkor fenn kellett hordani az orrát az embernek, innen származik a mondás talán, hogy fennhordja az orrát, hogy ne lesj el a szemüvege. És ez nagyon sokszor az ilyen tudós írás-olvasással foglalkozó embereknél fordult elő. Nos, a szemüveg lényeg azért megvan ezekben, de az elméletet nem ismerték még, és teljesen kísérleti alapon működött a dolog, csiszoltak ilyen-olyan-amolyan lencsét, és kb. úgy, mint a mai szupermarketekbe, csak akkor hát a vásárokon valaki odament, és addig-addig próbálgatta, amíg volt neki egy jó szemüveg lencséje. Nem tűnik olyan nagy dolognak, valójában azonban nagyon jelentős volt a szemüveggyártás, mert motivációt adott az elméleti és a kísérleti fejlesztésekre, mert az emberek egy idő után még jobb szemüvegeket akartak, aztán kikísérletezték, hogy hogyan lehet még simábra csiszolni, és ez megadta az alapot ahhoz, hogy például érdemes legyen ebből távcsövet építeni. De mielőtt a távcsőről beszélünk, még egy középkorban használt optikai eszközt feltétlen meg kell említenünk, ez pedig a lyuk kamera, vagy hogy a mai könyvek is sokan a latin nevén emlegetik, ez a kamera obscura nevű eszköz. Nagyon fontos volt a kezdeti optikai kutatásokban. Egyszerű dologról van szó, itt van a vázlata, ezt az alapozó fizikai jegyzetünkből vettem át ezt, ezt az ábrát. Fogunk egy dobozt, a doboz elején vágunk egy kicsi lyukat, a hátuljára föltesztünk egy áttetsző fedelet, mondjuk valami zsírpapírt, és az itteni szerkesztésből látszik, hogy a doboz előtti tárgyakból kinduló fénysugarak egy homályos képet fognak alkotni itt hátul ezen az áttetsző fedélen, mert a lyuk csak egy kis nyaláb csomagot enged át, és például itt a gyertya tetejéből érkező fénysugár ide jut be, ezen a, erre a részre, hogy az ábrán láthatjuk, az aljáról pedig így fölfele, tehát egy fej, fejre állított képet kaphatunk ezzel a kamerópszkurával. Bármilyen homályos is volt a kép, nagyon nagy jelentősége volt az optika elméletének a megismerésében. A történeti hűség kedvéért meg kell említeni, hogy már Ókorban is ö, utaltak ilyesmire a szerzők, például többen leírják ö, görög és kínai szerzők is azt a megfigyelést, hogyha kis lyukakon süt át a napfény, akkor a ö, kivetülő folt, a fényfolt a talajon nem a lyuk alakját követi, hanem a napkorongot rajzolja ki. Ezt többen följegyezték, de nem egészen értették az okát. Aztán eukleidész pedig e, egy hasonló gondolatot, mint amit ezen a rajzon látunk a lyukkamerára, szemre alkalmaz. Tehát azt mondja, hogy egy pontból, mondjuk egy kocka egyik sarkából kinduló fénysugarak, a szemünknek a kis lyukján, be, bemenve a szemünkbe, ilyen kúp-szerűen mm, mennek be, és ezeket a kúpokat neveznénk manapság nyalábnak, De... Tuttunkal nem építettek az ókorban ilyen dobozokat. Az első közvetlen leírása a lyukkamerának a 11. századból származik, méghozzá arab és kínai források is említik. Egy Ibn al haytam nevű ö, arab kutatótól származik ez az ábra. Hát át van rajzolva, töredékes sem megmaradt könyvéből, de ez az ábrája, amint, amin lényegében ráismerhetünk erre, itt van a lyuk. Itt van a kivetülő kép, ezen az oldalon, itt pedig a tárgy, és szépen összekötögeti, méghozzá nagyon helyesen azt is figyelembe veszi, hogy a lyuk nem nulla méretű, úgyhogy például az ebből a pontból kinduló fénysugarak azért egy nagyobb foltot hagynak, és ezért életlen ez a kép. És ugyancsak a 11. századból egy Shen Kuo nevű kínaitól is származik leírása, a lyukkamerának, észrevéve, hogy felcseréli az irányokat. A 12. századtól kezdve Európában nagyon intenzíven kutatják a lyukkamerát, mert felismerik a jelentőségét. A legelső ábra az Roger Baconnek van tulajdonítva. Egyesek vitatják, lehet, hogy egy másik szerző, de az valószínűleg a 12. századból származik ez az ábra, legalábbis az eredetie. Itt teljesen világosan láthatjuk a lyukkamera alkalmazását egy ilyen bonyolultabb alakzatra, keresztekre, vagy egy ilyen sorszámozott félkörre. Ez a rajz itt leonardo származik, aki szintúgy tanulmányozta ezt a dolgot, illetve az 1500-as évek közepéről itt láthatunk egy rajzot, ami megmutatja, hogy a napkoron képe hogyan rajzolódik ki a falon egy kisükon keresztül szűrődve. Nagyon fontos volt ez. Lényegében a fénysugár fogalmát ezen kísérletek teremtik meg, segített megérteni a szemet. Úgy gondoltak ezen túl a kutatók az emberi szemre, mint egy pici lyuk kamerára. ugye még a lencse hiányzik, de azt majd mindjárt hozzáteszi valaki, a lencse szerepét, de kezdett kevésbé misztikussá válni az emberi szemnek a működése, és a művészetekre is nagy hatást gyakorolt. Ez jelentette a perspektívikus valóságű ábrázolásnak a kezdeteit. Sokszor ilyen szobaméretű lyukkamerákat építettek, és a kivetülő fényre oda tettek egy papírt, és azon átrajzolták a külvilág képét, és így tudtak nagyon valóságű képeket alkotni. Na de a lencséket is ismerték eddig a szemüvegből, és csak hamar rájöttek, hogy ha lencsével kombinálják a lyukkamerát, akkor egész jó eredményeket tudnak elérni. Keplerről van feljegyezve, hogy a lyukkamera elején a lyukat lencsével helyettesítette, ezzel sokkal nagyobb fényerőt tudott biztosítani, mint egy lyukkamera, és egy hordozható dobozt alkotott ebből, egy ilyen vetítő dobozt, amit ő tájképrajzolásra használt föl. Vagy Scheiner, ez a Scheiner ugye az a Jesuita, aki a galilei perben galilei ellenfele szerepét játszott, ugye összevitatkozott galileivel, hogy kifedezte fel a napfoltokat, és nagyon meg volt sértődve Sejner, hogy galilei nem ismer az ő elsőbségét. Na, szóval ez az a fickó. Szóval ez a Sejner, ő a távcsövével ilyen nagy méretbe vetítette ki egy papírlapra a napfolt a napkorongot, és nem pontosan be tudta jelölni a napfoltoknak a helyzetét. Azt kell mondani, hogy sokkal ügyesebb volt etéren, mint Galilei. De e, itt már szépen, most ugye az 1600-as évek elején vagyunk, nem akarom a konkrét dátumokkal fárasztani a társaságot. Ugye ezekkel az emberekkel, hogy Kepler, Galilei senne találkoztunk korábban, az 1600-as évek első két évtizedére esnek ezek a felfedetések mind-mind. És ezek a dolgok kezdenek az 1600-as évek elén összeállni, két fő terület van, amit vizsgálnak a kutatók, a távcső kutatása, Galileinél ugye erről beszéltünk, és az emberi szemnek a kutatása az, ami hajtja előre a tudományos kutatást e e ekkortájt. Említettük Galileinél, hogy bizonytalan, hogy kifedezte fel a távcsövet. Most azért előkerestem, hogy az első dokumentum távcsőre benyújtott szabadalomról egy Hans Lippersi nevű hollandtól származik, 1608-ból. Az biztos, hogy Hollandiából szerezte Galilei is az első távcsövét. Galilei azonban tökéletesíti a távcsövet, a gyártástechnikán is javít, alkalmazza például a csillagászatra, és népszerűsíti, nagyon fontos szerepe van a távcsőnek a nem csillagászati elterjedésében is Galileinek. Például a katonaság és tengerészet alkalmazza ezeket. Aztán Kepler épít egy jobb távcsőfajtát. Ez mind az 1600-as évek eleje. Aztán az előbb említett jezsuita, ez a Christoph Scheiner, elvégzi az első boncolásokat állati szemeken, és megfejti a szemlencsének, a retinának, az idegkötegeknek a szerepét. Persze nem tud mindent kideríteni, de az optikai részét a szemlencse szaruhártya kivetíti a képet ide hátra a retinára, ezt nagyon helyesen állapítja meg Scheiner. És Kepler folytatja ezeket a szemnek még részletesebb leírását adja, és a szemlencsét pontosabban vizsgálja Kepler. Nos, ha már ennyit emlegettük Galilét és Keplert, álljon itt a Galilei és a Keplerféle távcsőnek a szerkezete. Ugye a Galilei távcsöve egy gyűjtő és egy szórólencséből áll, ez itten a gyűjtő, ez pedig a szórólencse, Kepler pedig egy gyűjtőlencsét alkalmazott objektívnek, és ugyancsak egy gyűjtőlencsét ókulárnak. A fizika órákon ö, ismertetjük, hogy miért is nagyítanak ezek a, ezek a távcsövek, erre most itt nincsen idő kitérni. Az a lényeg, hogy ugyan Galilei volt az első történetileg, a Galilei távcső, vagy Holland távcső, de a Kepler, ö, a Kepler távcső viszont sokkal jobb minőséget tett lehetővé, úgy értve nagyobb nagyítást, és nem csak a kép közepe volt éles, hanem a széle fele is jó képet adott. Már a csillagászati célra nem használunk Galilei szerkezetű távcsövet, ha a Kepler távcső van használatban. Történeti érdekesség itt: Kepler eredetileg Galileitől kért egy távcsövet, hogy legyen szíves, adjon neki egy távcsövet, hogy tudjon megfigyelni ezzel, amikor hallott Galilei kutatására, de Galilei nem küldött neki. Pedig akkoriban Kepler már egy befutott világhíres csillagász volt, Galilei meg még egy vitatott izgága alak Olaszországból. Minden esetre jósült el a dolog, mert Kepler várt egy picit Galileire, nem küldött neki távcsövet, azt mondta Kepler, egyefenem nézzünk utána, mi is a helyzet ezzel a lencséket összeépítünk egy csőbe játékkal, és így fedezte fel a jobb távcsövet, tehát Galileinek a hanyagsága előmozdította a tudományos fejlődést ebbe az időben. Nos, Kepler nekiállt az optikának úgy az elejétől, úgy becsülettel, kísérleteket végzett, rájött, hogy Tolemájoszi ahogy a törés töréstörvény pontatlan, de még nem jön rá pontos összefüggés, csak észreveszi, hogy az alfa 1 per alfa 2 az nem, nem egészen állandó, csak kis ö, beesési szögek esetén. Aztán Kepler kezd fontos fogalmakat bevezetni, mint például a fókuszpontnak a fogalmát, aztán fókuszpont-fókusztávolság, ezzel már a szemüvegeket kilépteti a teljesen kísérleti Műfajból, és elkezdi azt, hogy paraméterezzük be a szemüvegeket, hogy na most ez mekkora fókusztávolságú, hány és a szemüveg gyártásnak is előmozdítja, illetve a szemüveg felhasználását is tisztázza, hogy mikre kell figyelni. Ő veszi észre először a teljes visszaverődés jelenségét, hogy bizonyos esetekben nincs az új közegbe behatoló sugárnak mindig vissza, minden fény visszaverődik, és a kamera obszkurának egy részletesebb leírását is megadja Kepler. Szóval Kepler nagyon sokat tett hozzá ezekhez, és az 1620-as évekig években idáig jutott el körülbelül az, amit a fény természetéről tudtunk. Köszönöm a figyelmet, innen folytatjuk a következő előadásban.